Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Balesetek, több métert zuhant és felborult egy autó Dunaföldvárnál. Balassa nap, a kiemelkedő tevékenység jutalmaként átadták a Balassa díjakat. Ipari fejlesztés, szinte betelt a nagymányoki ipari park. Kézmosás világnapja, halálos fertőzéseket is megelőzhetünk kézfertőtlenítéssel. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tovább folytatódik a nagymányoki iparfejlesztés, megszülettek a megállapodások a létesítendő vasúti rakodóról, és hamarosan új út is épül az ipartelepen, mely lehetővé teszi a forgalom elterelését a településről. Az ipari parkban alig van már szabad terület, összesen két hely maradt még a várólistán. Mindegy 40 hektárnyi ipari területen csak nem 500 000 forintos ráfordítással logisztikai központot alakítanak ki az egykori brikettgyári kiszolgáló területén, és bővítik az ipari park infrastruktúráját Nagymányokon. Adtuk hírül augusztus végén. Azóta pecsét került a fejlesztési elképzelésekre. A közel 400 millió forintos projekt jelenleg a közbeszerzési szakaszban van, várhatóan két esztendő múlva kezdheti meg a működést. Ez az üzemcsarnok a napokban készült el. Ezzel együtt ma már 13 cég működik a parkban, és már csak két szabad helyen adó, mondta Kard Béla polgármester. Következő lépésben az ipari park kiszolgáló infrastruktúrája épülhet meg 80 millió forint értékben, melyre a fedezet már az önkormányzat rendelkezésére áll. El kell készülni egy kerékpárútjárda szakasznak, csatornahálózatot teljesen be kell fejeznünk, a kiépítetlen területeken kiépíteni. Bízom benne, hogy ez már bukszában van ez a pénz, magyarul. Tehát itt a tervezés, befejezés, de azon kezdjük a beruházást, és remélem, hogy jövő nyárra ezekkel a beruházásokkal itt kész leszünk. Az ipari parkba vezető út jelen pillanatban csak a park területén fut. A tervek szerint tovább épül, és a Kismányoki úttal kapcsolódik majd össze, ezzel lehetővé téve a nagymányoki belső forgalom átalakítását. A teherforgalom az innen Bonyhád felől jön, és itt fog bejönni ezen az úton, tehát teljesen tehermentesül a lakott terület, a városközpont. Illetve sokkal komfortosabb lesz, mert járda lesz, kerékpárút lesz, a közvilágítás végig megépül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a két beruházással szép lassan befejeződik ez a program. Jelenleg közel 500 ember dolgozik a park cégeiben. Ha a beruházás és a rakodó is megépül, közel 1000-1200 embernek tud majd megélhetést, és a tervek szerint lakhelyet is biztosítani Nagymányok. 11 baleset történt Tolna megyében a hétvégén, a karambolokban 6-an sérültek meg. A legmegrázóbb szerencsétlenség Dunaföldváron történt pénteken, amikor egy autó több métert zuhant és felborult a Beszédes József híd előtt. A sofőr könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Teljesen összeroncsolódott a motorház teteje, leszakadt a sárvédője annak az autónak, ami több métert zuhant és felborult a Beszédes József híd előtt Dunaföldváron múlt pénteken. Az autót egy 23 éves táborfalvai férfi vezette, aki valószínűleg nem volt túl rutinos sofőr, ezért következhetett be a szinte filmbe illő baleset. Múlt héten pénteken 12-én a déli órákban, amikor egy 23 éves férfi közlekedett Solt irányából Dunaföldvár irányába, ekkor valamilyen úton módon érintőlegesen nekiütközött az útpatkának. Ennek következtében elveszítette járműve felett az irányítást, és egy 5 méter mély szakadékba zuhant. Az autó a zuhanást követően a hídtól nem messze ért földet, a tetejére borulva. Az áramtalanítását és műszaki mentését a dunaföldvári önkéntes tűzoltók végezték. Az autóban csak a sofőr utazott. A férfi szinte csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hétvégén 11 baleset történt Tolna megyében, a karambolokban 6-an sérültek meg. Siagárdi általános iskolás gyerekeknek tartottak közlekedésbiztonsági napot a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai. A szakemberek a nap első felében a biciklis közlekedés veszélyeiről beszélgettek a gyerekekkel, ezután a diákok a rendőrök által épített ügyességi pályán megmutathatták, mennyire ismerik a szabályokat és hogy mennyire urai kerékpárjaiknak.
Az országban egyedülállóan hatékony bűnmegelőzési munkát végeznek a Szekszárdi Szőlőszem Egyesület tagjai. A mozgalom elindulása óta szinte teljesen megszűntek a felderítetlen tanyabetörések Szekszárd környékén, hangzott el az Egyesület nagygyűlésén. Az egész országban egyedülálló az a hatékonyság, amivel a Szőlőszem Egyesület dolgozik. Szekszárdon 2009 óta, azóta, hogy a mozgalom elindult, drasztikus mértékben esett vissza a tanyabetörések száma. Pedig a bűnözőknek lenne hol próbálkozniuk. A Tolnai megyeszékhely közvetlen környezetében ugyanis több ezer nem állandóan lakott ingatlan található. Ezeket védik a hivatlan betolakodóktól az Egyesület önkéntes tagjai, hangzott el a közösség tagjainak nagy gyűlésén. A bűncselekmények száma, hál' Istennek, oly mértékben csökkent, hogy, és nyilván persze itt megjegyezve az, hogy akihez betörnek, az nyilván nem ezt tapasztalja, nem ezt érzékeli, gyakorlatilag ilyen tízes nagyságrendű már, szemben a 2009-es indulással, amikor ez ugye százas nagyságrendű volt. A Szőlőszem tevékenysége évek óta mintaprogramnak számít Magyarországon. Több hasonló természeti domborzati adottságú országrészben is másolják a szekszárdi modellt. Garambölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója pedig azt mondja, a közösség még jelentősebb szerephez juthat, ha részt vesznek a börtönökből szabadulók reintegrációjában. Nincs munkája, nincs lakhatása. Ez nagyon fontos, nincs egzisztenciája. Ez a reintegrációs program ugye általában azt jelenti, hogy a bűnismétlésnek a megakadályozása, de konkrétan ezt jelenti, hogy fél évvel a szabadulás előtt már az elítéltet fölkészítik ugye a szabad világra. A Szekszárdi Szőlőszem Egyesület tagjai nagyjából 4000 tanya biztonságáról gondoskodnak. Tolna megyében egyelőre nem kell bejelenteni, ha valaki otthon akar disznót vágni. Ilyen intézkedést Borsod megyében rendeltek el a hatóságok, mert egyre több, egészen pontosan már 50 településen mutatták ki háztáji környezetben tartott disznókból az afrikai sertéspestist. A fertőzés még tavaly vaddisznókon keresztül terjedt át Magyarországra. A Borsod megyében most bevezetett intézkedések értelmében a fertőzött területeken naplót kell vezetni az állatlétszám változásáról, és a vágáshoz külön engedély és mintavétel kell. Az állatok megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost. Szimbolikus civil stafétát adott át a Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely 3 Egyesületnek. A civil staféta ötlete Novák Katalin családügyért felelős államtitkártól származik. Az átadás tulajdonképpen egy kihívás, aminek a lényege, hogy a stafétát átvevők vállalják, hogy 6 hónapon keresztül legalább egy önkéntes felajánlást tesznek. A felkérést ezúttal a Tolna megyei Ilko Egyesület, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, valamint a Polip ifjúsági iroda munkatársai fogadták el. Mi a Hospice alapítványtól vettük át a mentálhigiénés műhely az önkéntes stafétát, és a mai napon mi úgy gondoltuk, miután a Pszichológiai Kultúra hete egyben most a nagy jubilomi rendezvényünk, mi ezt a rendezvényt tartottuk nagyon méltónak arra, hogy akkor adjuk át most a stafétát annak a három civil szervezetnek, akikkel egyrészt nagyon jó a kapcsolatunk, másrészt nyugodt szívvel vállaltuk, és tudjuk azt, hogy ők biztosan végeznek önkéntes munkát az emberek javára. 17-szer rendezte meg a Szekszárdi Kórház a Balassa napot. A rendezvény sorozat első napján a tudományos pályamunkák bemutatására, a másodikon a kiemelkedő munkát végző dolgozók kitüntetésére került sor. Németh Csaba főigazgató azt mondta, a következő 5 esztendőben egy magas szakmai színvonalon működő, kényelmes és emberbarát intézményt szeretne igazgatni. Ez az együttműködés, amely 4 évvel ezelőtt elindult, minden évben hoz valami újat, minden évben hoz valami novumot. És előtte sokan beszéltek arról, hogy a kórház ugyan itt van Szekszárdon, de nem része a város életének. Mára ez is megváltozott, és a kórház a jövőben is szerves része lesz Szekszárdnak és a városvezetés gondolkodásának. Minden olyan fejlesztést, mely az egészségügyet szolgálja, a lehetőségekhez mérten támogat majd a város, mondta megnyitó beszédében Ács Lezső polgármester. Még nagyon sok teendőnk van annak érdekében, hogy a fiatalok, mikor eldöntik az egyetem elvégzése után, hogy hol képzelik el a jövőjüket, akkor mondjuk Szekszárdban is gondolkodjanak. Az, hogy a kórház oktatókórház lett, az, hogy a Balassa ösztöndíjat elindította, és nem várja a fiatalok jelentkezését, hanem eléjük megy, elmegy az egyetemekre, bemutatja a kórházat, illetve bemutatja a várost, hiszen nagyon fontos az a közeg,
amelyben egy intézmény, egy egészségügyi intézmény működik és dolgozik, és ahol az ott dolgozók élnek, ezért a várost is meg kell mutatni. Németh Csaba főigazgató évértékelő beszédében beszámolt mindazokról a fejlesztésekről, melyek a magasabb színvonalú ellátást és az eredményesebb prevenciós feladatok elvégzését szolgálják. A jövőről szóval kifejtette, egy európai színvonalú, kényelmes, emberbarát kórház a cél. Mindehhez jól kapcsolódik az a tendencia, hogy minden eddiginél több jelentkezője volt a tudományos napnak. Változatlanul működünk és biztonságosan működünk, de ezt a biztonságos működést nem kevés munkával és nem egyszerű módon tudjuk biztosítani. Ebbe azért valamennyivel könnyebb körülményeket is el tudnánk képzelni. A 17. Balassanapon a kórházért legtöbbet tevők, összesen 13-an vehették át a Balassa díjat. Az idei esztendőben a legjobb közösségnek a fertőző osztályt választották a bírálók. Mindig őszinték vagyunk egymáshoz, tehát ami probléma van az osztályon, azt mindig megbeszéljük, kibeszéljük, és többet olyan nem fordulhat elő, ha ez negatívum. Egyébként pedig a betegek is elismerik azt, hogy mi egy jó kollektíva vagyunk, szeretnek ott lenni az osztályon, arról nem is beszélve, hogy most már nem csak a kollektíva jó, hanem a hely is nagyon szép. Az idei esztendőben a tudományos pályázatra beérkezett művekből a legjobbnak dr. Kovács Gáborét, a sebészeti osztály szakorvosáit választották, míg a közönségdíjas előadás dr. Kovács Dóráé, a szemészeti osztály szakorvosáé volt. A hasmenéses fertőző betegségek több mint felét, a légúti megbetegedéseknek pedig legalább a negyedét meg lehet előzni egy egyszerű szappanos kézmosással, többek között ezért nagyon fontos rendszeresen kezet mosni. Október 15-én tartják a kézmosás világnapját. A kézmosás oktatás világrekordját akarták megdönteni a magyar diákok 2016-ban. Országszerte több mint 10 000-en, tolnán több százan vettek részt a kísérletben. Ezen a napon többek között a cseppfertőzést imitálták a kísérletek segítségével. Október 15-én tartják a kézmosás világnapját. Ezen a napon világszerte különféle rendezvényekkel hívják fel a figyelmet arra, hogy a kézfertőtlenítéssel a halálos fertőzések is megelőzhetőek, ám sokszor elmarad a kézmosás és a kézfertőtlenítés. A bőrünkön kórokozók százezrei vannak, a hasmenéses fertőző betegségeknek körülbelül az 50%-át meg lehet előzni kézmosással, egyszerű szappanos melegvizes kézmosással, és a légúti terjedésű fertőző betegségeknek is legalább 25%-át. Szakítani kell azzal a sztereotípiával, hogy csak étkezés előtt és WC használat után kell kezet mosni, hangsúlyozta az orvosigazgató. A bőrünkön kórokozók százezrei találhatóak meg, és napi munkánk, életvitelünk során számos kórokozót gyűjtünk be különböző felületek, tárgyak megérintésével. Nem is gondolnánk, hogy veszélyes baktériumokat, vírusokat hordozhatnak például a billentyűzetek és a telefonok. És azt is kevesen gondolják, hogy a cigarettázás komoly fertőzési kockázatot jelent, hiszen azt is a kezünkkel fogjuk meg. Idén nyáron 400 kórházi dolgozót ellenőriztek, UV lámpánál nézték meg, mely területek maradtak ki a kézfertőtlenítés során. A többség jól mosott kezet. Azért is indítanak ilyen kezdeményezéseket, hogy felhívják a figyelmet a kézhigiénia fontosságára. Már csak az egészségügyi ellátórendszernek kihívást jelentő, számos gyógyszernek ellenálló szuperbaktériumok terjedése miatt. Fontos tudni azonban, hogy ezek a baktériumok leggyakrabban fizikai kontaktus útján terjednek, ezért a védekezés leghatékonyabb eszköze a kézfertőtlenítés. Minden második 15-24 éves diák dolgozik a tanulás mellett a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének adatai szerint. A diákok 60%-kal több bevételt termeltek 2018 első 8 hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest. Az összes iskola szövetkezet körülbelül 50 milliárd forint árbevételt generált az idei év első 8 hónapjában, amely megegyezik a 2017-es éves bevétellel. Nyaranta a fesztivál és turizmushoz köthető munkák a legnépszerűbbek a diákok körében, akik általában könnyű betanított munkát végeznek, de az általános munkaerőhiány miatt a megbízók egyre több mentor és gyakornoki programot indítanak, ezzel lehetőséget nyitva a diákok állandó elhelyezkedésére is.
Rendhagyó tanórákon vehettek részt a szombati munkanapon a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai. Az iskola pedagógusai egyrészt így próbálták elérni, hogy a kötelező hétvégi oktatási nap ne legyen túl megterhelő a gyerekeknek, másrészt az is a célok között szerepelt, hogy a fiatalok kötetlen formában testközelből ismerkedhessenek meg a különböző tudományágak legfrissebb ismereteit naponta alkalmazó szakemberekkel, így jogász, dietetikus, robotikával foglalkozó informatikus mérnök, sőt, még a szigetvári Szulejmán feltárást vezető régész professzor előadását is meghallgatták az előadások során. Ezzel talán egy kicsit tudjuk motiválni is a gyerekeket, illetve lehet, hogy még a pályaválasztást is elősegítheti. Próbáltunk olyan előadókat hívni, egyrészt akiket ismerünk, másrészt nem mindenkit ismertünk személyesen, vagy egészen pontosan csak a munkájukat. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Díjazottak és helyi gazdaságfejlesztés, ünnepelt a Baranya megyei önkormányzat. Régiók, a migráció volt a fő témája a Kaposvári Nemzetközi Tudományos Konferenciának. Távozik a PMFC trénere, Sárai György közös megegyezéssel mondott le posztjáról. Megyenapot tartottak a Baranyai Közgyűlés dísztermében pénteken, itt díjazták azokat, akik munkásságukkal kiemelkedőt alkottak. A baranyai vezetők, polgármesterek mellett horvát és bosnyák vendégeket is fogadtak az önkormányzatnál. A megyei elnök kiemelte, legfontosabb feladatuk a helyi gazdaság fejlesztése, erősítése. Megyenap 2018. A Baranyai Önkormányzat dísztermében ünnepeltek a megye vezetői, polgármesterek és a meghívott vendégek pénteken. Itt díjazták azokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak. Egy ifjú tehetség a 11 díjazott közül. Borbás Balázs Komlón él. Én örülök neki, hogy a megye egyik legnagyobb ünnepén komlói díjazott van, és ráadásul az pedig külön öröm, hogy egy fiatal ember, egy még tanuló gyerek volt méltó erre a díjra. Balázs Komlón jár a gimnáziumba. Ilyen büszke volt a díjátadó után a település polgármestere, de mindannyian büszkék lehetünk a megyei kiválóságokra a baranyai elnök szerint. Akiket mi díjazunk, ők példaképek. Példaképek lesznek a legkisebbeknek, és ugyanígy a vállalkozóknak és a szépkorúaknak is. Nagyon fontos elmondani azt, hogy Baranyában rengeteg kiváló tehetség van, és ennek egy ékes napja a mai is, ahol ezeket bemutattuk, hiszen a gyógyászattól kezdve, akár mondhatom, hogy könnyű zenéig el kell mondanunk, hogy mindenki Baranya jó hírét viszi. A helyi gazdaság fejlesztése, a vállalkozások segítése a legfontosabb feladata a megyei közgyűlésnek, az elnök szerint. Ezért adnak működési helyet azoknak a fiataloknak, akik gazdasági tevékenységbe akarnak kezdeni. Irodát fogunk biztosítani a fiatal vállalkozóknak, vállalkozókedvűeknek, akiket a kormányhivatallal közösen fogunk tudni anyagi forrásokban is támogatni, és ezen kívül szeretnénk az egyetemet és azokat a startup vállalkozásokat is belevonni, akik tudják terelgetni az útjukat abban, hogy egy jó ötletből, egy világ megváltó tervből előbb-utóbb egy üzlet, egy sikeres üzlet legyen, ami szintén újra munkahelyet hoz, és további lehetőséget fog teremteni itt Baranyában. Ezen kívül felmérik, milyen üzleti lehetőségek vannak a megyében, milyen gazdasági területen érdemes cégeket keresni, akik Baranyába települhetnek, mert itt van megfelelő munkaerő, körülmények. Ezzel a munkával jövő év elején végeznek a megyei önkormányzat szakértői, mondja az elnök. A családok támogatásával és a gyermekvállalás elősegítésével szeretné a kormány a demográfiai problémákat megoldani. A 12. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferencia a kaposvári előadásán Orbán Balázs miniszterhelyettes kiemelte, a migránsok betelepítésével olyan kulturális, közbiztonsági, gazdasági krízishelyzeteket generálnánk, amely nem segítené az európai civilizáció fennmaradását és megerősítését, hanem szétrombolná.
regionalisták, történészek és más tudományterületek szakembereinek részvételével szervezték meg a 12. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferenciát a Kaposvári Egyetemen. Az előadások egyik témája a francia miniszterelnök Emmanuel Macron és a német kancellár Angela Merkel közös Európa víziója volt. Macron egy föderális Európát akar, tehát egyfajta Európai Egyesült Államokat, ami a Macronnak a javaslataiban nincs megfogalmazva, de azért ezt látni kell. Ez nyilván olyan Európai Egyesült Államok, amelyet Franciaország vezet. A nagy európai hatalmakkal szemben azonban szigorúbb ellenőrzéssel kellene beengedni a Közel-Keletről és Afrikából érkezőket. Előadásában Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora kiemelte, a legjobb megoldás azonban a magyar kormány által támogatott program lenne, mégpedig ha minden ország a saját népesség növekedését segíteni elő. A migráció a legnagyobb problémát jelenti a 21. században, erről beszélt Orbán Balázs, a miniszter helyettes kiemelte, jelenleg is mintegy 4 millióan tartanak Európa felé a klímaváltozás miatt, az elkövetkező néhány évben ez a szám azonban megduplázódhat. A magyar kormány a migráció kérdésére nagyon határozott fellépéssel reagál a jövőben is, hiszen a demográfiai problémákat nem a betelepítéssel kell megoldani, hanem a családok támogatásával. Az európai elit válasza erre a problémára a bevándorlás. Mi azonban azt gondoljuk, hogy ezzel csak újabb problémákat importálnánk Európába, ezzel olyan kulturális, közbiztonsági, gazdasági krízis helyzeteket generálnánk, amelyik nem segíteni az európai civilizáció fennmaradását és megerősítését, ezzel szemben mi a családok és a gyermekeket nevelők támogatásában bízunk, és ezért is döntött úgy a kormány, hogy elindít egy nemzeti konzultációt, amelyben azt kérdezi meg a magyaroktól, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek révén még hatékonyabban tudjuk támogatni a gyermekeket, nevelőket. A kormány eddig is támogatta a családokat és a gyermekvállalást. A jövőben is több 10 milliárd forintot fordítanak a népesség növekedés elősegítésére. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Sárai György, a PMFC MB3-as labdarúgó csapatának vezetőedzője. Sárai György irányítása alatt a csapat mérlege mindössze 1 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség. Az új tréner személyét a héten szeretné bejelenteni a PMFC. Sárai György 2 éve érkezett a PMFC-hez, feladatköre idén júliusban alakult át, átvette a nehéz helyzetben lévő MB3-as labdarúgó csapat vezetőedzői posztját. A pécsi gárda a bajnokság első 4 fordulójában várakozáson felül teljesített, de az azóta eltelt időszakban egyre rosszabb szériába került a csapat, és jelenleg a tabella 14. helyén áll. A szakember a legutóbbi vereséget követően ajánlotta fel lemondását, amit a PMFC-t működtető PSN ZRT vezetői elfogadtak, de utódjáról még nem döntöttek. Ez még egy újabb belső egyeztetés lesz, hogy meddig mehetünk el, mind az anyagiakban milyen lehetőséget kapunk ahhoz, hogy az új edzőt kinevezzük. Én nagyon bízom abban, hogy ez rövid időn belül le fog zárulni, viszont pontos időt nem akarok ígérgetni, mert aki ígérget, az utána számon is lehet kérni. Ez nem azért van, mert nem keresnénk a megoldást, hanem azért, mert tényleg 5 vagy 6 forduló van, az már biztos, hogy ezt a hétvégi bajnoki mérkőzést az eddig pályadző Szabados Józsi fogja megcsinálni méghozzá úgy, hogy én is a segítségére leszek most jelen esetben. A PMFC október 14-én vasárnap 14 óra 30 perckor a Taksonyese ellen lép pályára idegenben. Végül a legfontosabbak újra röviden. Balesetek, több métert zuhant és felborult egy autó Dunaföldvárnál. Balassa nap, a kiemelkedő tevékenység jutalmaként átadták a Balassa díjakat. Ipari fejlesztés, szinte betelt a nagymányoki ipari park. Kézmosás világnapja, halálos fertőzéseket is megelőzhetünk kézfertőtlenítéssel. Kedden folytatódik a frontmentes, átlagosnál enyhébb időjárás, a szikrázó napsütés, némi felhősödés már megzavarhatja a délután folyamán, de csapadék nem hullik, a maximum hőmérséklet árnyalatnyit mérséklődik. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!